Sziasztok! Megjött a Dompepétől rendeltünk új krémeket, és most megjöttek, és most ezeket fogjuk egyben meg is kóstolni. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, de is rakom nektek, és megjöttem, hogy ezeket kértünk. Szóval, az első, amit kértünk, az a Magnumnak a Ruby és Belis, tehát egész pontosan, mindjárt mondom nektek a pontos nevét, kék mézbogyós Magnum. Hát is ugye a Ben & Jerry's-nek a Netflix and Chilled, és a Ben & Jerry's-nek a Chocolate Fudge Brownies, vagy Chocolate Brownies Fudge jégkréme. Hát kezdjük akkor a Magnummal szerintem. Amúgy nagyon jók jéghidegek, szerintem fogadj te is. Nekem ez volt az aggodalom, hogy vajon, ha így rendelünk egy tízástól, akkor, de hát tökéletes. Jó. Ó, hát itt nem ezzel fogunk kezdeni, ezt így meg is mutatom nektek, hogy azt írja, hogy 10 percig várjunk, utána roppantsuk össze. Már a kanállal előkészültem, akkor nézek ezt a gulát, akkor van 10 perc. Igen, akkor viszont kezdjünk szerintem, akkor vele fogunk kezdeni. A Netflix, nem, kezdjünk a brownies-sal, mert őt várom a legjobban. Jó. Kezdjünk a brownies-sal. Lehet, hogy akkor a Magnum egy külön videó lesz, hogyha esetleg 10 perc alatt itt végig kóstoljuk őket. Hát ilyen brownies csoki tettünk már emlékeim szerint. Nem is olyan rég szerintem. Igen, az nem volt rossz. Én korábban már ettem Ben & Jerry's-től olyat, amiben valami jégkrém van. Ki. Itt is van. Igen, megvan, ezen is van, valami is van. Igen. Nekem nagyon tetszik az, hogy nem tudom, hogy ezt feltűntettek, ez a zöld dolog, hogy zöld a teteje. Ez azt jelzi, hogy ez vegán, aminek én külön örülök. Ez azt jelenti, hogy ezt, ha minden igaz, talán még laktózérzékenyek is ehetik. Jó, hát akkor legyen. Hú, nagyon jól néz ki. Igen, azért ez... a Benen, tehát nem szoktuk ettől a Manketóban. Igen, hát a Ben & Jerry's az általában jó szokott lenni, és tökre örülök, hogy itt a Dompepénél is konkrétan lehet ezt rendelni. És nem szokásos, nem hogy viszonylag könnyen nem is drága egy ilyen. Kiszedni. Mindig úgy szeretem. Én ebben azt szeretem, hogy ebben vannak elméletileg ilyen darabkák, és mégis mutatom, várjál meg, hogy mert most veszek. Így mutatom nektek, hogy ott azért látszik, hogy hát remélem, hogy látjátok, hogy van itt benne azért némi süti is. Én is ezt azért szeretem, mert egyrészt, amit először ettem belőle, abban ilyen kis darabkák ott voltak, csoki darabkák. És utána emlékszem, hogy volt valami kukis, amit ettünk, amiben valamilyen ilyen kis kerek keksz volt, nem tudom, hogy mi volt már. Az is nagyon jó volt, és azt is imádtam, hogy így jött. Meg volt egy olyan, amiben ilyen halak voltak. Jó, hát még kell vissza a vízpár. Egy pillanatot csak megmutatom azt. Jó, az jó meleg. Mert nagyon jól lehet látni a többféle színét a csokinak, ha megnézitek, és itt lehet látni benne a... Látjátok? Ott például lehet látni teljesen más színű, tehát valószínűleg ott vannak benne ezek a kis darabkák, ahogy egyébként ugye ígéri is a csomagolásra megnézitek. Az. Hát most már én is kíváncsi vagyok. Jó puha. Hát a csoki az olyan jelenzetes csoki ízű. Az a durva, hogy én nekem kifejezetten hozzá ezt a piskóta jellegű ízt. Vagy most az ilyen furcsán, ha az idén konkrétan éreztem benne ezt a kekszes piskótás ízt, de most újra megkóstolom. Hozzá ugyanazt, amit annó kekszes dolgot ettünk, és ilyen kekszes krémes volt. Igen. És ami érdekes, nem hogy nem megy el annyira nagyon édes irányba. Tehát, hogy biztos megszóltátok már ti is a csokik, vagy legalábbis a csokis jégkrémek általában nagyon csokisak. És ebben nem érezni ezt, tehát hogy ilyen kellemesen édes, pont jó. Ja, és egy ilyen doboz, csak kíváncsi voltam, ez 382 gram. Jaj, minden rajta van ezen is. Meg nagyon jó. Egyébként most a mostani falatomban nekem volt egy süti darabka. Igen, nagyon jó. Tehát nem is olyan kellemesen omlós a süti. Tehát, hogy kimondottan, tehát hogy nem az a kemény, mert ugye azt várná az ember, hogy miután megfagyott, hogy utána ez egy ilyen kemény valamivé válik. Én beteszem addig a mély ütőbe ezt. Addig nincs már ki, kérlek, a Netflix-es. Hát ezek is nagyon kíváncsian várom.
Hát én ezt láttam a legjobban. Most örülök, hogy ezen magyarul is rajta van, nem nekem kell megfejtenem. Földi mogyoróvajas jégkrém, édessós pereccel ízesítve. Hát igen, azért ez nem rossz. Szószörvényekkel és kakaós brownies vitamin darabokkal. Micsoda a szószörvények külön kíván. Kétszer olvastam, mondom. Biztos az, amit olvasok. Nagyon tetszik, hogy ilyen Netflixes. Én ugye eleve imádom ezeket a pereces dolgokat. Ha már perecről beszélünk, amúgy van fönt videónk pár ilyen pereces cuccról. Jaj, nagyon jól néz ki. Tehát ezt vártam talán az egyik legjobban a Ben & Jerry's-ekből. Hát nagyon kíváncsi leszek. Ugye a karamellt eleve szeretjük, általában jól szokott sikerülni, szeretjük. Ez például egy kicsit nekem masszívabbnak tűnik, mármint hogy ez is szedhető, de azért ez masszívabb. Igen, de mondjuk ez megint milyen jó, hogy nehezen tudod relatíve szedni, tehát ez az tényleg illatát, mutatja, hogy azért tényleg jó, tehát hogy annak nagyon örülök, hogy gondolkoztunk, hogy honnan lehetne venni ilyet, és honnan lehetne rendelni. És nagyon örültünk, amikor láttuk a Don Pepinél van, de azért ott volt a félelmem, hogy vajon megmutatod, mert most, hogy kiszedtünk, így nagyon jól eltánni ott a kis darabkánkat. Jaj, nagyon vegyes illata van a mogyoróvajtól kezdve. Nekem a mogyoróvaj a leginkább, ami domináns benne. Jó, néz ki. Szerintem ez az egyik, hát kíváncsi vagyok, mert nekem nagyon ígéretes, én azt gondolnám, hogy ez az ő egyik gyöngyszemük, hogy biztos ez lesz az egyik legjobb jégkrémjük, amivel el is indítjuk a nyári szezonunkat, mert lehet, hogy ilyet fogunk innentől majd lenni. Hát nekem konkrétan az M&M's-nek volt egy mogyoróvajas M&M's-e, nekem konkrétan az ugrott most így hirtelen be. Igen. A mogyoróvaj nagyon domináns, én legalábbis egyelőre azt mondanám, hogy a mogyoróvaj az, ami a legjobban érezhető benne. Próbáld meg úgy, vagy én megpróbálom. Van benne valami? Meg mindent, hogy egyszerre próbáljak. Aha. Ja, az enyémben is volt valami más, mert hogy ugye úgy csináltam, hogy egy olyan feladatot választottam, de most itt nézek, hogy egyetemben vannak ilyen kis barnás darabkák, hogy megnézzük, az milyen, de egyébként finom. Uh-huh. A mogyoróvaj az nagyon erős. Meg egy pillanatra ezt akart mondani, hogy valami sós is megjelen. Most ahogy így ettem, egy pillanatra volt valami, ami sós volt. Lehet, hogy akkor az lenne a perec. Nagyon jó. Nekem ízlik. Tehát, hogy ez annyiban érdekes, hogy nincsen az ami nagyon sok jégkrémnél, meg sok íznél van, hogy tudjátok, ilyen túl édes, és egyébként ilyen szempontból passzol a másikhoz is, hogy az sem volt túl édes. Ebből is van brownie amúgy. Oké. Csak hogy érted, hogy nem édes, hanem csak igen, kellemesen ez, édes. Igen, ez kellemesen olyan tehát sós. Tehát nincs túl cukrot, pedig egyébként annyira jellemző a... Ez igen. És ja, és ugye ez is vegán, tehát ezt is tudják enni azok is, akik mondjuk éppen esetleg laktózérzékenyek. Azt tetszik, hogy egyre több jó cucc jön ki, ami vegán, sokat megfogyasztó. Még egyet megkóstolod csak kíváncsiságból. Ugyanaz végig. De nagyon finomak a kis brownie darabok benne, mert hogy olyan, mintha tényleg külön lettem, pedig a hidegben van benne. Tehát egyszerűen nem tudom, hogy csinálj, de zseniális. Tehát, hogy tényleg puha, nem pedig ilyen kemény, fagyott feelingje van. Tehát, hogy finom. Nekem ez is nagyon bejön. Megkockáztassuk azt, vagy vajon még biztos nem vagyunk ne, a videóban. Ne, várjuk meg, az már egy másik videó. Akkor őt egy másik videóban fogjátok látni. Elnézzük mindjárt, hogy mennyi volt ez a videó. A Don Pepének. Köszönjük. Köszönjük a Don Pepének, igen, ezt tőlük kaptuk. Tehát nagyon köszönjük, hogy megkaptuk. És nagyon örülünk annak, hogy tényleg jó állapotban igen, jöttek ez meg fontos. A dolgok. Ez nekünk egy fontos mérő. Igen, mert azért tegyük hozzá, hogy elég jó idő van, 22 kap. És nem csak, ha már egy kicsit, hogy reklámoznám is őket, hogy nem csak ez a három, hanem többféle van náluk, meg jó desszertjeik is vannak, tehát érdemes megnézni, mert hogy én meglepődtem, hogy micsoda választékuk van. És amúgy igazából teljesen véletlenül. Ahogy micsoda választék van, ízében ebből, tehát hogy így. Hát konkrétan azért egy nagyobb szupermarketben majdnem kimondtam, hova járunk. Még ott sem találtam. Sőt, ezt az ízt, ezt alig találtam.
Talán bárhol. Hát vannak ízek, amik vagy az van, hogy elkapkodják, vagy az van, igen, hát mondjuk ez általában egy sláger íz. De nem lep meg, és tetszik, hogy nem az a, az édes falvós ízés, mert igen, az ízvilágáról egyébként eszembe jutott ettől a magyarótól egy tájföldi fagyi is, nem tudom, hogy neked ez így bejött-e. Hát köszönjük, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel a csatornánkra, megtaláltok minket a YouTube-on, a blogunkon, a Facebookon és az Instagramon is. Sziasztok! Sziasztok!